Sziasztok, sziasztok! Ha nem gábolás, a Motorola visszatért Európában Lenovo-val, méghozzá egy nagyon szép új Z2 telefonnal is, például ez most a Z2 Force, nem a Play, ami azt jelenti, hogy ebben egy gyorsabb processzor van benne, nagyon szép, magas felbontású 5,5 inches képernyő, 2560x1440 pixellel a legjobb technológia van most éppen benne. Új lejáratolvasó alul, amit persze gesztusokkal úgy is tudunk használni, hogy az Android gombokat itt nem kell használni, mindig elől-hátul vannak a mikrofonok itt a Motorola-nál, és ahogy látjátok, nagyon szép fém, hátlap van, 6 mm vékony az egész, USB-C-vel az alján, mint mindig is, már láttuk az előző generációban, és meg a tetején egy microSD kártyolvasót is persze találunk, nanoSIM kártyolvasóval is. Különben mit kell a készülékről még tudni? Látjátok, hogy nincs új lejáratolvasónk, vagy nem, nincs feladató csatlakozónk sajnos, de legalább ez is kicsit vízhatlan, tehát hogyha rá csapódik a víz, vagy esik az eső, meg ilyenek, nem megy már is tönkre. Hangerőszabályozó és kis bekapcs gombunk is van oldalt, ami eléggé magasra rakott a Motorola, hogyha itt adjuk a telefon, hogy a kis ujjam van alatta, akkor nem is érem igazából olyan könnyen el itt a kis bekapcs gombot, tehát elvileg nem is kell, mert úgyis az új lejáratomat használom. Eléggé hosszú lett a telefon, hogyha itt tartom, hogy meg kell nyomni a gombot, igazából, hogyha nem tartanám itt a kis ujjam alatt, akkor már is így lebegne, úgyhogy eléggé hosszú lett szerintem, de hát az ázsiak nagyon szeretik ezeket a nagy telefonokat. 5 megapixeles kameránk van, 2 kis lámpával is, a tetején és hátul is 2x12 megapixel van kis lámpákkal itt is. Mert van 2x12, miért látjátok, nagyon szépen tudunk így lőni rosszabb fényben fotókat, és ahogy látjátok, azzal, hogy vékony a telefon, persze csak 2700 mAh fér bele, de például, hogyha veszünk hozzá egy Turbo Power modot, akkor ezt simán megduplázhatjuk, ezt az aksit, és akkor már is látjátok, mutatja, hogy tele van ez is töltve, meg a battery turbo power az 93%-a van, de hogyha megnézzük itt a mobil, most éppen csak 82%-ra van feltöltve, úgyhogy már is persze tölti ilyenkor a mobilt is, persze, mert kényelmesebb is tartani, jó, persze vastagabb is lett a mobil, de hát ezek a modokkal nagyon sok mindent lehet csinálni, lehet 360 fokos kamerát például használni, meg akár gamepadet, még ilyeneket, amik most jelentek meg újon 100 euróját, aztán 70 euróját, és a kameránál nem is tudom most pontosan mennyibe kerül. Tehát nézzük meg röviden a kamera minőséget, hátul látjuk, hogy nagyon szépen gyorsan indul el, és nagyon gyönyörű képeket is tudunk itt lőni. Az első kamerával is ugyanez a helyzet, 5 megapixel, nem hangzik soknak, de nagyon jó a minősége szerintem. F2.2-es elől, F2.0-as hátul, és most a beautification nincs bekapcsolva, de ha bekapcsolom, akkor még fiatalabb lesz az arcom például, kicsit ja, mindent megszépít. Említettem már, hogy 835-ös processzor van benne Qualcomm-tól, tehát a leggyorsabb processzor, amit jelenleg lehet kapni, de 6 GB RAM-unk is van benne, hogyha a 128 GB-s verziót veszük, de itt látjátok, ez most a 64-es, amiből 4 GB RAM van benne, ami ugyanúgy igazából félig meddig elég szerintem minden napokra. Android 7.1.1 van benne, és szeptemberben vagy októberben már kapható is lesz, kb. 700 euróért ez a szép kis telefon, feketében, ezüstben, és ez itt most az aranyverzió, amit nem nagyon lehet látni sajnos ebben a fényben, de legalább nincs túl hangos körülöttem. Közben nézhetem még egyszer, nevem Gábor Lázs, ez volt itt a Motorola Z2 Force, legközelebbig, és ne felejtsetek feliratkozni!